Úgyhogy... Na hát akkor szerintem kezdjük is el az első mérkőzéssel, ha ti is úgy érzitek. És még az elején a drónok vásárlásánál még úgyis elemezgethetjük egy kicsit a pályát is, ha gondoljuk. Na hát akkor csapjunk a lovak közé. No. Majd valakit látom, szeretnék kérni latenciaállításra, igen, és jobb felső sarokban narancssárgával látjuk Kestrelt, és Katyakin pedig szép hófehér színekben a bal alsó. Mondjuk ez legalább a narancssárga és a fehér az megkülönböztethető egymástól. Látom, mindketten Prosperet scoutolnak. Mint Prosper nehéz lenne mondjuk. Igen, ilyen a keretbe általában nem küldik az emberek az overlordjukat. Na és... Látunk-e, nem látunk semmi trükköt egyelőre. Tükör lesz, vajon ugyanazt a buildet fogják alkalmazni itt az elején? Én azon gondolkodok, hogyha... Mert ugye itt szinte sosem látunk olyat, hogy nem azokat, hogy 4 pull, meg 5 pull, neket nem látunk sosem. Már 9 pull, azt még láthatunk, de nézzük csak. De az se gyakori. Úgyhogy nem gondolja valami, hogy azt, hogy mondjuk kezdenék egy hatchővel inkább. Ja. Mert ugye csak a 9 pull az, amelyik, meg a korábbiak, amelyik fájnak ilyenkor hatchővel kezdesz. Ja. Szóval ennyiről a következő az, hogy valami kezdett hatchővel is igazából. Vagy 12 hatch, vagy 10 hatch, vagy mi lenne szerinted itt a jobb megoldás? Hát én ha én lennék Katya, én azt gondolnám, hogy én kezdek egy nagyjárt 12 hatch fél évvel, igen, mert a nem támad honról kezdte az út sem, tehát nem fog ilyen úgy nyomni például. Ja. És akkor itt az lenne az ötletben, hogy úgy tudom megverni őt, hogy jobb gazdaságom lesz később. De helyette nem Katya, hanem Kestrel fogja ezt csinálni, úgy tűnik, kivitte a drónt. Na, hát akkor valakinek mégiscsak eszébe jött egy ilyen. És ez jó, ez jó jöhet. Ja, ez azért kicsi változtatás az eredeti elgondolás, ami eddig volt. És most megy le a pool. Egy túl oldalon 400-nál. Ja, hát Kestrelnál egy kicsit én sajnáltam, hogy a ZVP-be annyira nem volt fölkészült a buildekből, hogy ugye az a hidraliszkes játékban nagyon sok múlott azon, hogy sok pénzzel ment az épületekre, amiknek nem vette hasznát. És az EVZ-ben ugye mutákkal meg lingekkel játszunk, úgyhogy itt talán ebbe a hibába nem esik bele, ugye. És készül a ler Katyánál. Nagyon gyorsan fogja venni a mutalitkeket, a másik oldalon még most készül a gáz. Ja. Hát kíváncsi vagyok. Itt az elején azért még sporkolonikkal, ha kell, meg tudja védeni magát az ember, de hát arra is készülni kell. Az tudni kéne, hogy az ellenfélnél már készül el is. Igen. Korai agresszióra lehet számítani. És hát ugye nem találják még meg egymást. Nem. És az első scoutoló link fog Katyától odaérni hamar. És még egy hatchery, inbase hatchery Katyánál. Én nálam meg egy szúnyog. Na hát ez a link az nem fog odaérni, ez a scoutoló link. Azt most nem fogja meg... Kettáki küldött egy drónt, ő meg valószínű meg fog dödleni. Azonnal, hogy megérni ja. A linkeket. Nem. Jó van, nem próbált meg bemenni, nagyon helyesen. Hát már beragad ugye, azért nem megy be. Vagy beragad az? Hát igen, nem tud bemenni, nem tud tovább menni, azért ottan... De nem is megy le a lingek elé? Nem, hát nem tudták azt megcsinálni, ugye, így vissza. Ja. Na most meg fogja látni az expert.
Na, hát a Spyro-n már hamar a kész van, az igen, az akkor az megy. Igen, hát itt most... Igen, hát ezt megérezte azért Kestrál, hogy itt most miről lesz szó, mert már veszi a Evolution Chamber-t. Úgyhogy már fel is tette azonnal. Úgyhogy... Most ha jól értem, a drón látja a lingeket, de a linget nem látják a drón. Ja, valószínűleg igen. De, de látják, látják. De miért? Ja, mert ott egy Overlord is. Igen. Az azért az számít, igen. De hát most itt viszont a mainbe nem tesz le kolonit. Miért nem tesz le a kolonit a mainbe is? Na még rá, még rájössz, még látod, hogy még el, mikor elkezdi venni is rájössz le tenni. Ja. Mikor veszi a mutatot is rájössz meg is. Ja, hát mondjuk ezt nem látja az, vagy nem tudja, tehát Kestrálnak fogalma nincs, hogy hol tart Katya. Ja, tényleg. Most készült a Spyro. Na, most készült egy Spyro a sárgánál is. Nálatok is világít Kestrálnak a Spyro-ja? A Hatcher Lair-je. Vagy mi ez? Lair az. Igen, világít, igen. Mindjárt le is veszem idegesít. De ezek miért vannak ezek a funkciók? Hogy ez, az miért ott, lett? Ott van az a Show Pre-Order Bonus Structure Skins. Le van kapcsolva az utolsó. Ja, hogy mert ezért... Befintek már a sárkányok a pályán keresztül. Mindenek a sárkányok, mivel nincsenek megmentve az Overlordok, az a gondok van a középen, azokat nem fognak esni. Ejjjjjjjjjjjjj. Ja. De hát nem látja, te is viszont nem látja. Jó, elkészült egy darab spór éjszakon. A mainben, meg van egy, ami a Spire mellett épül, de hát az nem fog elkészülni időben. De oda veszük... Jaj, ne! A Spire-t oda veszük a későn felépült koloni mellé. Hát szabad ilyet csinálni? Nem szabad igazán éri meg. Nem szabad ilyet csinálni. Hát le... Ajjaj. Az így nem esik jól most Kestrálnak. Hát itt csak ez a probléma. Csak ez a Spire a probléma. El fog készülni, de azonnal meghalt. Ja, és hát most amennyit Fajon. Tud, most az összes amennyit lárvából mutaliszket kellett volna venni, de nem vett, és GG. Az igen, ez gyors volt. Ez ennyi volt. Igen. Szerintem azt gondolta, hogy áh, vártam, belőtt kilépett. Hát ez van. Ezt szerintetek még meg lehetett volna oldani egyébként? Ti hogy látjátok? Igen, igen, meg lehetett volna még. De... Nem volt kedve. Nem volt kedve, ilyen úgy kedve. Ja, hát ez nagyon szerencsétlen building placement volt, azért az... Azt én is... Ez egyértelműen alá kell írni, és egy... ezen az apróságon csúszott meg. És így ezzel meg van Katya Kinnek az első győzelme. Itten. Már lehet, hogy az overall... Török nap első győzelem lett, még soha nem nyert Kestrálnál egyébként. Nem tudom, nyert-e valahol. Soha nem nyert? Úgy gondolom. Mert régen is emlékszem egyre, akkor tesztelt, de akkor egyszer találkoztat. Oh, na és... mit akarok? Itt közben... Azt mondja... Jó, a stream az elvileg jó, egyetlen egy nézőnk azt mondja, hogy jó. Na, Franko, köszönjük te néző, akár is vagy. Igen, tehát Katya Kinnek van egy győzelme, gyönyörű szép ZVZ győzelme. És akkor a második mérkőzés a Lamancsán fog, Lamancsán kerül sor rá. Miféle? A Lamancsa is ugye négy fős pálya. Ja. És az, ez sem nagyon számít. Tehát ZVZ-ben talán nem nagyon... Miben különbözik? Már nagyon az előző pályánktól, a Gladiátortól. Á, ugyanaz. Esetleg lehet venni ilyen paraszthetőt, mint én a Katya Kinen, ugye? Amiben nem fogjuk ki a trakony se rendesen. Ja, az igaz. Paraszthetőri az nincs. Szél magam karjában, de beveszi aztán. Jöttek a LOL játékok. Ja. Na, hát akkor... akkor nézzünk egy ilyen LOL játékot, vagy nem tudom.